2009-ben én itt ismerkedtem meg Rómában, a Római Magyar Akadémián tettem Anti Zsófival, és ő akkor a Szép Művészeti Múzeumban dolgozott. Meghívott engem, hogy szervezzünk a gyerekeknek ilyen múzeumpedagógiai program keretén belül tábort, az Eszterházi Madonna történetét dolgoztuk fel. Amióta Budapestre került a kép, olyan nagyon-nagyon sok érdekes dolog nem történt vele, de ez a rablás, ez mindenképpen egy olyan fontos kis esemény volt, amit a gyerekek érdekesnek találtak. Questa è una storia semplice, che se non fosse una storia vera, sarebbe la più bella delle favole. C'è il buono e c'è il cattivo, c'è il ladro e il derubato, c'è la guardia e l'arrestato, ma soprattutto ci sono 7 quadri. Ma il più importante è la Madonna di Eszterházy. Raffaello, Giorgione, Tintoretto, Tiepolo, az itáliai festészet legnagyobb mesterei. Tőlünk lopták el az ő képeiket. A Giorgione, a 2 Tintoretto portré a bécsi udvari gyűjteményekből került a Szép Művészeti Múzeumba. Giovanni Battista Tiepolo, Mária Hadszenttel, Pirker János László egri érsek gyűjteményéből. A Domenico Tiepolo által festett menekülő szent család pihenése pedig a múzeum egyik első restaurátora, József Konstantin Ber ajándékaként került a múzeumba. Raffaellótól 2 főmű van a Szép Művészeti Múzeumban, az Eszterházi Madonna és az Ifjú kép mása. Az Eszterházi Madonna művészettörténeti jelentősége óriási. Egy abszolút letisztult reneszánsz kompozíció, amely persze a leonardói hatás, a háromszög komponálás, a természetesség, a naturalezza ugye érvényesül, de már Raffaello teljesen egyéni stílusában készült. Az Eszterházi gyűjteménnyel került a Szép Művészeti Múzeumba, ugyanígy az Ifjú kép mása. Az 1956-os forradalom leverője Kádár János állt az ország élén. A kádári politikának a lényege az 2 gondolat. Az egyik, hogy ő azt mondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. A másik pedig ez az úgynevezett gulyás kommunizmus. Magyarország állampolgárai ebben az időben jobb életszínvonalon éltek, mint a többi szocialista ország állampolgárai. Jó, jó, benne vivevo, perché venendo dall'Italia, venire qui era tutto un altro mondo, più bello, tranquillo, le persone non correvano, ognuno aveva un suo lavoro, doveva lavorare, quelli erano gli stipendi, erano piccoli, però con tutti che erano piccoli le persone erano felici. Kádárék nyitottak a turizmus felé. Valuta ínségben volt Magyarország, nyugatról kölcsönöket kezdtek el felvenni azért, hogy a lakosságnak ezt a magasabb életszínvonalát továbbra is biztosítani tudják. Tehát nekik alapvető érdekük volt, hogy jöjjenek be nyugatról emberek, akik fizetőképesek, és akik itt vásárolnak, pénzt költenek, jól érzik magukat, visszatérnek. Io l'Ungheria la conoscevo benissimo perché ci ho vissuto parecchio tempo prima. Questo è meglio che non lo dica. Io avevo già fatto un'operazione. E praticamente c'era, diciamo, tutto il mondo dell'Italia in quel periodo là. Tutti, diciamo, la maggior parte erano traffichini. Ho venduto dell'oro, che al mercato nero si guadagnava bene, e mi divertivo.
però allo stesso tempo ho anche comprato dei quadri portati a Vienna, a Londra, ma comprati regolarmente nei negozi. E niente, tutto lì. Stavo benissimo, si mangiava bene, c'erano delle gran belle donne. Nagyon sok lány olasz fiúhoz szeretett volna férhez menni. Ennek oka az volt, hogy a olasz fiúk számukra megtestesítették a nyugatot és a szabadságot. Gli italiani che venivano qua venivano per le donne e poi venivano per vendevano queste quattro le merci, tipo i jeans, scarpe, queste cose qua e si venivano a divertire perché per confronto all'Italia qui costava tutto poco. A Digo ez akkoriban azt jelentette, hogy nagyon jóképű fiatalember, és az olaszok azok egy életstílust is képviseltek, tehát hogy ugye nagyon szépen fel voltak öltözve, elegánsak voltak, ápoltak voltak. Tutti i locali, la maggior parte notturni, era pieno di italiani, era un giro di italiani che poi si faceva capo al, o a Nabarro o al Gerbo. Hogy akkor nagyon kevés hely volt, ahova el lehetett járni, bulizni, és ott mindig ott voltak a görögök, és az olaszok is. És akkor, ha ott összetalálkoztak, akkor általában percek alatt összebarátkoztak. In Italia, in Europa non c'erano locali come quelli. Era il top, il lusso sfrenato. C'era un albergo praticamente da 100 marche a notte, non erano comunisti, insomma. José, che cazzo di comunista era? Allora, tutti gli italiani a quei tempi, lo sa che ci voleva il visto, non visto, andavano tutti là per andare a donne, onestamente. E noi come potevamo fare diversamente dagli altri? Anche i vestiti, io mi sono vestito anche da ungherese. Sì. Questo era un alibi. E per insospettire proprio le forze dell'ordine. Perché tutti gli italiani andavano per questi scopi. Di puttaniere, ecco. Eravamo dei puttanieri comunque. E la nostra vita è purtroppo... Scianti e Iori, ladri d'arte all'epoca ben organizzati, componenti di bande numerose che se volevano potevano anche essere 18 persone tutte insieme, insomma se serviva. Quindi personaggi di un certo spessore. Giacomo Morini, uno che ha bisogno di soldi e che per soldi avrebbe fatto qualsiasi cosa perché in quel momento gli necessitavano. Incerti il duro della situazione, cioè forse il più pericoloso tra tutti quanti all'epoca, tant'è che l'unico che per una condanna venne mandato al soggiorno obbligato al sud, quindi aveva una condanna abbastanza pesante. Palmese ci si è trovato secondo me perché non aveva uno spessore criminale di rilievo, diventa amico di Incerti sicuramente e si lascia allettare dal viaggio in Ungheria, dal fatto di uscire dalla routine. Mi hanno invitato a fare questa vacanza, non avevo i documenti, ci voleva tempo per farle, ho preso questo da un amico mio, veramente io gliel'avevo sottratto questo documento e siamo andati. Volt egy valuta, fekete piac, amelyik kiterjedt volt, és volt egy csomó ember, aki ezen a piacon élősködött. Volt egy görög, aki az egy ilyen valutázó volt, tehát egy ilyen illegális valutakereskedő. Ő is barátkozott így olaszokkal. Hát most pehére ugye ő bekerült egy olyan baráti társaságba, amelyiknek más célja is volt. Mint hogy jól érezze magát Budapesten. Ő került az olaszokkal elsősorban kapcsolatba, és akkor az ő közvetítésével a Rafaiék. Ezek összebarátkoztak, mert a Rafai az, ha jól emlékszem, valutázással is foglalkozott, tehát pénzt kölcsönzött nekik, vagy váltott nekik. Quei ragazzi lì, quei zingari lì, si sono dimostrati nei miei confronti bravissimi di parola.
per me, nella mia mentalità, erano ragazzi silenziosi e bravi. Taglejtésekkel tulajdonképpen jól megértették egymást az olasz fiúk meg a magyar fiúk. Tehát rámutattak a Szépművészeti Múzeum épületére, és akkor mondták, hogy múzeum, akkor mutatták, hogy képzőművészeti, és mondták, hogy igen, és akkor mondták, hogy ennyi. Na most ez ugye egy közérthető és nemzetközileg is világos mozdulat, amit nem lehet félreérteni. És akkor ők a beleegyezésüket adták, miután ígértek nekik fejenként 10 000 dollárt a közreműködésért. Io per un mese ho controllato tutte le notti, perché vedevo la luce quando si accendeva e si spegneva e vedevo che passavano, come si chiamano, le guardie, no? Megnézték az olaszok az állatkerti útról, hogy az őrök mikor járkálnak, tehát ezt az éjszakai őrjáratot, ami ugye abból állt, hogy a két öreg ember közül valamelyik általában egyedül, elemlámpával vagy égmászkát, és akkor a fényt lehetett látni, hogy merre jár. A biztonsági rendszer nem működött a Szépművészeti Múzeumban, abszolút nem működött abban az időben. Előtte egy pár nappal elromlott, nem javították, meg nem volt rá idő. November 5-én volt, ez egy hétvégi előtti nap, és ugye hát következett a nagy októberi szocialista forradalom a november 7-e. Hárman felmásztak az állványzaton, a harmadik vágta ki az ablaküveget, és akkor ezen keresztül benyúlt, kinyitotta az ablakkilincset, így az ablak kinyílt. È stato anche la fortuna che avevano fatto questa impalcatura, detto tra di noi. Io sto parlando di un fattore tecnico, di possibilità di riuscire a fare una cosa senza avere dei danni. Allora, io l'impalcatura mi ha aiutato parecchio. Quella che mi ha aiutato di più è stata quella. Sopra non c'era nessuno, sopra c'era un grande corridoio, tante finestre, tanti scomparti con quadri. Noi sapevano già dove erano quelli quadri che avrebbero potuto interessarci, insomma. Poi c'era anche la finestra vicino all'impalcatura, perciò eri più comodo. Entravi dalla finestra e andavi proprio nello scomparto dove c'erano i quadri che interessavano. Rientrare non facevi più di 5 metri, insomma. Io stavo fuori, stavo all'esterno. E aspettavo, come infatti ho raccolto, ho preso il sacco e se mi trovavano un vigile, neanche un vigile urbano, un musicista, un musicante, qualche spazzino, non abbiamo trovato nessuno, cioè non c'era niente. Chi viene derubato pensa sempre che sono gli orari notturni, invece noi a mezzanotte eravamo già spariti. Hanno fatto partecipare alla banda un personaggio inimmaginabile come ladro. Morini era proprio da interdire, difatti ho scelto lui per portare via i quadri perché non potevano fermarlo, era alto così, brutto come la fame. Hanno infilato sotto al cielo dell'aritmo di Giacomo Morini le tele rubate, a eccezione del ritratto del giovane Raffaello che era su tavola, per cui per spessore non poteva entrare. Sa quanti me ne hanno detto perché ho usato Morini e non hanno capito invece che è stato un capolavoro quello, perché chi sospettava che portava i quadri? Ho fatto la dogana ungherese, la dogana slava e la dogana greca. La paura era tanta. E quello che mi dispiace è di essermi addormentato in macchina passando le frontiere. Non mi sono accorto neanche di una frontiera. Se ci perquisivano ci avrebbero presi e buttavano le chiavi. Senki nem számított arra, hogy bármikor
hogy Magyarországon egy múzeumban vagy egy ilyen nagyértékű műkincseket vigyenek el. Utólag minden felderített ügy nagyon egyszerűnek tűnik. De amikor ott tetszik állni egy kirámolt múzeummal, ellopott képekkel, és minden ember azt kérdezi, hogy hol vannak, és kik voltak, és mikor lesz meg, és mi történt, és hogy gondolja, akkor mindjárt nehezebb teher nyomja a vállát. Credevano di essere inattaccabili, invece li abbiamo attaccati e colpiti. Olyanok, hogy lakásba betörtek, és elvittek egy magyar festőtől festményt, meg ilyeneket meg tudtunk oldani. De ez egy kicsit meghaladta az erőinket. Nem tudtuk mire vélni, nagyon komoly helyszíni szemlét csináltunk, ami több napig, majdnem több mint egy hétig tartott. A bemászás helyszínén az erkélyen visszamaradtak különböző eszközök. Ilyenek volt egy kötélmaradvány, aminek az érdekessége az volt, hogy piros-fehér, zöld vagy zöld-fehér, piros. Tehát olasz és a magyar színeknek megfelelő volt. Egy nagy csavarhúzó, ami nagyon érdekes volt. Magyarországon úgy néz ki, nem volt forgalomban. Kiderült, hogy egy Olaszországban rakják össze egyébként, ugye, mert ilyen, úgy, hogy USA az van benne, de végeredményben Olaszországban készült. Pár nappal később Százhalombattán a hőerőműnél partra vetett a Duna egy zsákot, amiben ott voltak az ellopott képeknek a vakkeretei. Maga a zsák is olasz gyártmányú volt, tehát egy határozott jel mutatott abba az irányba, hogy valami olasz érdekeltség húzódik meg el mögött az egész dolog mögött. Első intézkedések egyike az volt, hogy kiadtuk külföldnek is, hogy milyen képek tűntek el. Olaszok, németek, franciák, angolok, amerikaiak, Csehszlovákia, Jugoszlávia, még a Szovjetunióból is voltak itt nálunk. Minden nap leültünk, átbeszéltük az aznapi feladatokat, ez vagy reggel volt, vagy hajnalban, vagy éjjel, vagy este, szóval itt ilyenkor nem volt, hogy na most a munkaidőnek vége. Abban az időben szigorúan ellenőrzött határforgalom volt, tehát hogyha egy külföldi Magyarországra belépett, akkor annak okirati nyoma maradt. Volt öt olasz állampolgár, aki gyanús körülmények között gyorsan távozott az országból. Ebből a ötből három Szerbia felé gépkocsikkal, egy Fiat Ritmo gépkocsival, kettő személy pedig vonattal Ausztria felé távozott. Akkor felvették a kapcsolatot természetesen az olasz rendőri hatóságokkal, ezeket azonosították meg, hát ugye körül szimatolták, hogy ki kicsoda. Ci vuole poco a fare a spulciare chi c'era, chi non c'era, chi c'è. Chi è pregiudicato, chi non è pregiudicato, insomma. Perciò pensavo che in 3-4 mesi potevano anche individuarci. Collegali szolidaritás megvolt azt, hogy közölték, hogy van két olyan körözöttünk, aki ott van nálatok, mondja, hogy jó volna utána nézni. Ők már biztos többet tudtak. Az olaszok mindent megmozgattak, nagyon, nagyon lelkiismeretes kollégák voltak. Questo furto clamoroso in Italia è stato vissuto più come un atto di cronaca nera. I protagonisti di questa vicenda erano vera e propria rappresentanti di quella che era la criminalità comune a Reggio Emilia allora. Si mischiavano costantemente vari personaggi che erano più o meno di uno spessore criminale adatto al tipo di azione che dovevano combinare. Non disegnavano per esempio in zona il furto di aceto balsamico o forma di parmigiano. Poi questa banda si era evoluta puntando prevalentemente sui furti nelle ville antiche, di mobili antichi.
quindi furti d'antiquariato. Mai pensato che una nazione così, che usa, fosse successo questo scandalo. Ce ne siamo accorti dopo, a Brindisi, quando abbiamo preso il treno per tornare in campagna. Quello che c'era dai giornali, furto del secolo, polizia, arresti, direttori licenziati, queste. Magyarországon akkor nem volt sajtószabadság, bár Magyarországon cenzúrahivatal nem volt, de az újságírók tudták, hogy vannak olyan témák, amiről nem lehet írni. A korabeli, ahogy tetszik, popkultúrának hamar része lett az eset, a maga tényleg nagyon különös momentumaival, az olaszoknak a jelenlétével. A sajtó tulajdonképpen csak ezeket az olaszokkal kapcsolatos sztereotípiákat használta ki, illetve használta fel. Szép művészeti múzeumban járt. Na, Gonoszko, szép művé, na. Lenin körül, Beholto Bello, Prader utca. Mit tud Raffaellóról? Raffaello? No, non conosco Raffaello. Conosco Bettega, Mazzola, Rossi. Beckenbauer. In alcuni ambienti molto altolocati c'è stata questa percezione che gli italiani avevano fatto questo furto e tutti gli italiani sono ladri. Io ci sono rimasto perché io non c'entro niente, io non sapevo proprio niente di tutta questa cosa qua. Volt a korszakban egy bűnügyi magazin a televízióban, az volt a címe, hogy Kék fény, és ezt az emberek szerették ezt a műsort, annak ellenére, hogy ennek a műsorvezetője az egy nagyon pártvonalas ember volt, és ezért sokszor olyan következtetést vont le, ami neki megfelelő volt. Nem csak egyszerűen mondjuk egy múzeum biztonsági rendszerének a hiányosságairól szólt ez a társadalom számára, hanem magának a rendszernek a hiányosságairól. Úgyhogy egy biztonsági őrt kinevetni, egy biztonsági őrön ironizálni, az rögtön a rendszer kinevetését és a rendszeren való ironizálást is jelentette. Ez a rendszer kritika, ez a dolog működési mechanizmusai révén enyhíti is a rendszerrel szembeni ellenállásokat. Laci bácsi, hány éve tetszik dolgozni itt a múzeumban? 33 éve vagyok itt egy helyben. Annyira szeret itt lenni? Nem, azért ide engedték a talpamat. Ja. Laci bácsi, ez alatt a 33 év alatt loptak? Mind az állat, mindent elvittek. Laci bácsi, képet loptak? Termoszomat itték el háromszor. Azt gondolom, hogy egyébként ennek a módszernek tulajdonképpen nagy szerepe volt abban, hogy aztán a 80-as évek második felében mégiscsak fel tudott számolódni ez a rezsim. Sapevo di aver provocato qualcosa di perché questa rigidità che avevano loro è stato per me è stato piacevole e vincere una guerra contro non so come spiegarmi. Spiegarmi è difficile contro questa forza. Noi non abbiamo fatto male a nessuno, poi di fatto non abbiamo fatto del male a un popolo o non ci siamo resi conto forse che abbiamo fatto male a una nazione, a un popolo. Io non volevo fare nessun torto agli ungheresi, per l'amor di Dio, Dio me l'avesse guardato. Però così mi sembra di avergli fatto un gran torto a questa gente. Minden esetre nem jól jött ez a festményrablás, meg kell, hogy mondjam magának, mert ugye lejárhatja ilyenkor az ország magát. De ha megvan az elkövető, megvannak a képek, és ezt mi tudjuk prezentálni, akkor mindjárt más a megítélése az országnak. Ebben a kérdésben szinte az egész ország mindenki nyomozott. Az nem titok, hogy a rendőrség, a bűnügyi szolgálat is ügynökséggel dolgozott. Csak azt titok, hogy kik azok. Ha voltak ilyen kiemelt nagy ügyek, ami ugye sajtónyilvánosságot is kapott, írott vagy a képi médiában, és akkor felhívások voltak, hogy aki látta, vagy valamit tud az ügyről, és akkor tényleg több százezer levél vagy bejelentés érkezik, amin végig kell menni, és le kell mindegyiket ellenőrizni. Szeretnénk, ha jelentkeznének azok a nézők, akik ilyen zsákokat valakinél valamikor valamilyen célból láttak.
Legtöbb bejelentés a festményekkel kapcsolatban érkezett, ezeket folyamatosan értékeljük. A nézők szeretnék még egyszer megnézni a jutazsákot. Kérem akkor Agárdi Tamást, légy szíves. Igen, még a színét szeretnék hallani. A színe? Hát ez... Zsákszínű. Ez a pontos. Zsákszínű. Juta zsákszínű, igen. Valahogy így került a képbe a... aki szintén arra vette az irányt, hogy Olaszországba menjen férjhez, és ennek megfelelően ő erre készült olyan értelemben is, hogy tanult valamit olaszul, megismerkedte egy olasz fiatal emberrel, és hát fülig szerelmes lett bele. Én jól érem múlt, hogy nem oráltad, én lejeltettem. Mettiamo la così, va? Così, la mettiamo sul romantico. Quando uno giro così, come giro, era in giro lui, dal latitante, ha bisogno di qualcuno con cui parlare, che gli stia vicino. E lui ha trovato lei, lui è un bel ragazzo. Io non l'avrei accettato, però ho capito che stavano tanto bene e non sono riusciti a separarli. Perché io mi sono arrabbiato con lui, certo, guarda che ci tiriamo dietro una colpa, facciamo tanto per fare degli alibi, però li ho lasciati fare perché stavano troppo bene. Később rá is derült, hogy valóban azért ment Romániába, hogy ott találkozik, és találkoztak is, de mivel Jóni közölte, hogy nem tud neki hamis útlevelet szerezni, hogy együtt távozzanak nyugatra, ez a kételem volt visszautazni. Perché voi lo sapeva che doveva andarsene, che doveva lasciare i paesi dell'est. Tutto l'ha fatto per non mandare nei guai lei, perché noi avevamo delle storie pesanti, e difatti Iori è stato ucciso. És amikor még a Romániában volt, már akkor is ugye buzdították, és azt mondatták vele telefonon a Rafaiéknak, hogy még nincsenek meg a pulóverek. A pulóverek jelentette a pénzt. Viszont a lelkükre kötötték, hogy a tubákot, a tubák volt a kép, hogy a tubákot azt száraz helyen kell tartani, mert ha párás helyen tartják, akkor megromlik, és akkor ki lehet dobni. Adatgyűjtés a kapcsolatban végén kiderült, ugye, hogy van két barátja. Na, ennek kapcsán ugye lett mind a két személy, mind gyanúsítottként előállítva, a Rafai és a Kovács. A Rafainak, meg a Kovácsnak ugye ígértek 10-10 ezer dollárt, és hát zálogba itt maradt az ifjú kép, más a című kép, amit a Rafai vett át megőrzésre. A Rafai aztán eldugta a képet, méghozzá, ha jól emlékszem, valami pulóverekbe, vagy nem tudom, valami textiliákba csavarta bele, meg ilyen plastik szatyrokba, és elásta. Il Morini nel frattempo rientrato in Italia, la sua macchina che si era rotta nel viaggio di ritorno era stata ricoverata dentro un'officina Fiat locale, cioè di Itea. Mettemmo sotto controllo appunto un telefono di un bar frequentato dal Morini. Lui telefona in continuazione perché vuole dei soldi, altrimenti è disposto a rivelare tutto alle forze dell'ordine. Già si capiva che praticamente eravamo più o meno stati individuati. Rafai végén ő volt az, aki megmutatta azt, hogy Török Bálinton, amit itt maradt festmény, úgynevezett ifjú képmás, hogy hol ásták el. A végén ugye a vizsgálati osztályon landolt ez az egész ügy, már a személyek, akik ott lettek ugye letartóztatásba helyezve, ott lettek kihallgatva, szembesítések, tanú meghallgatások, az egész ügynek a felderítése ott történt, és több ezer oldalas ügyirat keletkezett, amit ugye vádemelési javaslattal elküldtünk a fővárosi főügyészségre. Azt mondták nekik, hogy egy olajbogyógyáros
megbízásából lopják a festményt. Egy görög Moszkaklóidis nevezetű, mondjuk úr, adtam megbízást a családja a hunta idején, mikor a fekete ezredesek kerültek uralomra Görögországba 1967-74 között, akkor jött ugye feszélyre, meggazdagodtak, és az amerikai rokonság a szicíliai máfiával volt a kapcsolatban. Per la consegna dei quadri, un biglietto da 100 dracme tagliato in due, una metà la conservava uno dei ladri, l'altra, dicono i carabinieri, il miliardario che aveva commissionato il colpo. Quando si incontrarono bastò far combaciare i due pezzi della moneta per capire che si trattava degli uomini giusti. Lui, il miliardario, ovviamente nega, è un personaggio potente e va preso con le pinze. Ő 2 millióért megvette ezeket, aminek úgy akkori becsült értéke 35 millió dollár volt, megvette 2-ért. Na most, hogyha eladja 10-ért vagy 15-ért az igazi vevőknek, már nagyon jól száll ki belőle. Allora, lì c'è stata un'azione pressante dell'Interpol, dell'Interpol e della polizia greca e contestualmente del mio ufficio, dove un mio ufficiale in modo particolare ebbe dei contatti diretti con l'avvocato del Greco, che gli fece capire quali potevano essere tutte le conseguenze nel momento stesso in cui gli autori materiali del furto sarebbero stati arrestati. Az orgazda annyira megijedt, hogy a képeket becsomagolva az egyik temető kapujába letette. Fotó Nikolász, Nikolás csendőrnagy közölte velünk, hogy a magyar hatóságok által keresett hat kép az athéni rendőrség birtokába van. Si trovavano dentro una valigia lasciata nel giardino di un piccolo monastero che si chiama Panagia Tripiti, Madonna dei Buchi. La gendarmeria di Egion ha detto di essere arrivata al monastero in seguito ad una telefonata anonima. A nyomozás tovább folytatását illetően a görög közbiztonsági szervektől nagyon határozott és egyértelmű ígéretet kaptunk arra, hogy a orgazda vagy a felbújtó vagy valamilyen bűnrészes felderítése érdekében a nyomozás teljes erővel tovább folytatják, nem kívánják ebben a stádiumban az ügyet lezárni, és személyes meggyőződésünk az, hogy ennek érdekében a közbiztonsági szervek el is fognak mindent követni. Malév akkor egy külön repülőgépet biztosított a rendőrség számára a festmények visszahozatalára. A rendőri biztosítással haladó konvoj lefüggönyözött autóbuszában végig a városon a Szép Művészeti Múzeumig kísértük a képeket. ...78 napig tartott csak az egész. Én úgy éreztem, hogy 10 év, vagy hát minimum fél év, amikor a képek megkerültek, itt egy nemzetközi konzíliumot hoztunk össze a restaurálások elindítása előtt. Tintorettónak Férfi képmás című képe volt a legproblematikusabb eset, de természetesen az érdeklődés reflektorfényében az Eszterházi Madonna sorsa volt. Görögországban egy görög kolostor kertjében magas kőfalon egy bőröndbe csomagolva a képeket átdobták a falon, és a bokrok között találták meg a kését. És ez az átdobás, és a zuhanás, és az ütközés okozta az Eszterházi képnél, és a Tintoretto képnél is a törést, egy megindult régi repedés tovább folytatódott, és ketté vált. Ezen a vonalon
lehet látni az a károsodás. A Szépművészeti Múzeumból tavaly ellopott, majd az idén szerencsésen megkerült 7 festményt ábrázolja az ablok, amelyet 20 forintos névértékben ma hozott forgalomba a posta. Amikor ennek az ügynek vége lett, azonnal elindítottuk a szakszerű, speciális védelmét a múzeumnak. Az volt a legelső olyan technikailag megoldott hely, ami szuper biztos volt. Ma tu vedi, ci siamo venuti. Ci prendono troppo presto. Ecco, dopo 5 mesi, 4 mesi. Vengono troppo presto vicino a noi. Io pensavo qualcosa in più. Per quanto riguarda Incerti Giordano, che lavorava al ristorante Pagliarone, fu abbastanza facile, anche se si era tagliato i baffi, identificarlo e arrestarlo a cura di un mio collega. Sono andato al ristorante a prendere delle cose, sono uscito in macchina, in un bar, mi ha fermato. E ha detto, no, stai fermo, cioè, sto fermo, cioè ti aspettavo. Io mi occupai di Palmese Carmine, che però, visto l'arresto di Incerti, si era allontanato dalla propria abitazione. Però il movimento fatto intorno a lui lo indusse a costituirsi la sera stessa, cioè dopo 12 ore. Io non facevo il latitante, ero andato a cena in un ristorante con degli amici e i carabinieri mi hanno arrestato, perché il giorno dopo sarei dovuto andarmi a costituire. Per quanto riguarda Scianti e Iori, preferirono costituirsi in Italia piuttosto che essere arrestati e trasferiti in Ungheria per avere una condanna sicuramente minore a quella che poteva essere inflitta dalla legge ungherese. Tegnap este hazánkba érkezett Bettino Craxi, az olasz kormány elnöke, és személyében első alkalommal jár Magyarországon olasz kormányfő. Ha firmato Craxi e Martinazzoli che non potevano condannarmi perché l'avvocato di Roma aveva ragione. Nei tribunali siamo stati minacciati. Ci hanno detto noi vi estradiamo. Estradateci. Qual è il problema? Mi ha fatto un furto. Mica abbiamo fatto un sequestro, una rapina. Un furto. A büntetőeljárás lett ilyen formában választva, hogy külön futott a magyar szál és külön az olasz szál. A magyar elkövetőkkel szemben elegendő bizonyíték volt ahhoz, az olaszoknak a vallomása nélkül is, hogy az ő büntető felelősséget el lehessen dönteni. Nem volt egy komplikált dolog az ügynek már a további feldolgozása. Tudták ők, hogy mibe keverednek bele, csak nem gondolták, hogy ilyen gyorsan, vagy egyáltalán rendőrkészre kerülnek, és hogy hát el kell számolni a tetteikről, meg hát a bűncselekmény súlyát is azért tudották velük, hogy most mit csináltak, mit követtek el, milyen nagy horderejű. Kovács elsőrendű vádlottat bűnösnek találta társtettesként különösen nagy értékre elkövetett lopás büntettében, és a kiszabható szabadságvesztés felső határát megközelítő tartamú 11 évi szabadságvesztésre ítélte, amelyet fegyházban kell végrehajtani. A fiatalkorú harmadrendű vádlott nem vett részt a festmények ellopásában, és a készülő bűncselekményről nem tudott. Raffai másodrendű vádlottat, mint bűnsegédet, 5 évi börtönbüntetésre ítélte a bíróság. L'indagine ha già avuto un esito enormemente felice, che è rappresentato da aver identificato tutti gli autori, tutti i responsabili di questo clamoroso furto. Amikor vége volt az ügynek, a felső vezetés, tehát az országos főkapitány és a miniszter, ez a miniszterhelyettes volt egyébként, a miniszter egy nagy vacsorára meghívta az itt lévő és ebből az ügyben dolgozó összes külföldi
kollégánkat, és megköszönte mindenkinek a munkáját. A dr. Horváth István, a magyar belügyminiszterelnöke volt, ő ment Görögországba, és a görögök kitüntetik. Ugyanúgy a görögök tüntetik ki az olaszt belügyminisztert, de a magyarok is kitüntetik a görögöt, az olaszot, kitüntetik mindenkit, meg az interpolos tiszteket, és a görög kormány példamutatóan, a Melina Mercuri, maga a Papandreas, példamutatóan rövid időn belül visszaszolgáltatták a képeket Magyarországon. Beh, a parte che erano tesori italiani, comunque. Perché poi non ho capito una cosa, ma come si trovano questi quadri del Rinascimento italiano nel museo? Ce li hanno rubati o se li sono comprati da noi? Abbiamo preso 5 anni e 6 mesi io forse Giordano, perché ci hanno dato l'aggravante dei documenti falsi. 5 anni mi pare Iorio e Shanti. Dopo il fatto mi hanno preso e sono stato in carcere isolato, quasi 2 anni di isolamento, quindi io non avevo nessun tipo di notizie da nessuna parte. Abbiamo pure pensato che non meritavamo questa pena, dovevano dare un'immagine dello Stato italiano allo Stato ungherese, giusto? Perché se quelli gli hanno dato, come tu mi hai detto, 11 anni, dice vabbè, gli italiani che gli diamo 6 mesi, non è giusto, scusa. Tutto si è risolto talmente in fretta anche da un punto di vista giudiziario che nell'84 era già chiuso praticamente il caso. Voglio dire innanzitutto che effettivamente un incidente diplomatico c'è stato, è forte, e hanno cercato di chiudere questa fessura che si era aperta, forse anche fra due blocchi, Occidente e blocco sovietico. Azt, hogy Olaszországban hogyan, mint történt, azról mi nem kaptunk soha tájékoztatást. Magyarország akkor Interpol tag volt, ugye, Interpol tag volt, de az olyan kapcsolat, mint amit általában az Interpol Nyugat-országa között volt, az egy Magyarország, és a Nyugat nem volt meg. Nem engedte ki bennünket. Magyarországról nem lehetett kimenni. Mi rendőrök nem mehettünk ukmuk ki. Ma már ez természetes. Ezt mi filmeken láttuk, tudja, a 70-es években, hogy Megré felügyelő Svájcból átsétált a izébe, és megbeszélte, hogy mi a helyzet. Mi meg itt ámultunk. Számomra egy ügy volt, meg ugyanúgy, mint más, meg lett oldva. Mi a következő? Nekünk jött a következő ügy, ha szabad mondanom. Tehát mindig a következő és a következő. Az én számomra a dolog ott ért véget, amikor vádat emeltünk, meg elmentünk, és vádbeszédet kellett tartani. Az, hogy a továbbiakban mi történik, meg hogy pláne, hogy Görögországban mi történik, az engem olyan borzasztóan nem érdekelt. Mindenki megnyugodott abban, hogy egy műkincslopási esetben, hogyha maguk az ellopott műkincsek előkerülnek, akkor már igazán semmi nem számít, mert az, hogy becsukják vagy nem csukják be a tolvajt utólag, az már a világ számára majdnem mindegy. Én megmondom őszintén, hogy azért egy kis hiányérzet van egy görög szál elvarratlansága miatt. Mert ennek a képlopásnak voltak elkövetői, de feltételezem, meg feltételeztük, meg még mostanáig is, hogy megrendelői is voltak, meg vannak. Non è possibile che loro abbiano fatto tutto da soli. Credo che ci sia stato uno sforzo per dare una giustificazione a tante cose, forse anche un po' a tavolino, ma la regia è stata tutta un'altra. Da Austria sono andato in Romania, a Bucarest, che mi aspettavano, che ero protetto. Sì, a me mi hanno aiutato i servizi segreti romeni, sapevano che io ho fatto il furto, però non c'è nient'altro. Shanti, ancora oggi, a più di 30 anni di distanza da quell'incredibile colpo, dimostra di essere molto timoroso e di non voler dire le cose fino in fondo come stanno. Lényegében egy bűnesetnek a feltárása az egy klasszikus házat elméleti kérdés, ugye. Meg kell keresni, hogy mi volt az akció, és mi kapcsolódnak hozzá, milyen módon fölkötőképezni a házatot. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy pontosan fel lehet minden ágat térképezni, minden húzat, minden csomópontot.
questa eventuale partecipazione romena al furto, all'organizzazione di questa complessa operazione non è affatto un'ipotesi peregrina, perché risponde perfettamente al modus operandi dello spionaggio romeno di quel periodo. Forse Sianti lo sapeva, Sianti e Iori. Se ci avessero messo al corrente di questo, non so se saremmo andati. Non lo so. Era una cosa di cui parlarne. I servizi segreti romeni si sono ritagliati uno spazio di autonomia, a volte anche in cooperazione o perlomeno con la connivenza dei servizi segreti occidentali. Da parte dei paesi occidentali ci poteva essere un interesse a spaccare la cosiddetta unità del blocco sovietico utilizzando un paese per metà dissidente come la Romania di Ceausescu. Hát tovább engedték a románok az olasz bűnözőket, képestől mindenestől Görögországban. Na most mi hiába kukorékoltunk a románoknak, hogy ez a helyzet. És azon törtük a fejünket, hogy átmegyek egy kommandóval, és rajtuk ütök az olaszokon, és áthozom őket is, meg a képeket is. Nem engedték, nem hagyták jóvá, mert azt mondták, hogy nem lehet tudni, hogy mi történik Romániában velünk. Ez solo un furto, per noi è stato un furto. Non mi interessa più, nella mia vita non c'è. Nella vita di tutti i giorni non c'è questo. Non c'è quando parlo con la gente, quando la gente mi guarda. Non c'è più niente. Amikor befejeződött az ügy, megkaptuk az olasz kollégáktól azt a levelet, melyben a Camorra halállistára tett bennünket. És nem voltunk rajta sokan, a nyomozásban résztvevő kollégáim közül négyen voltunk rajta. És több mint egy évig személyvédelmet kaptunk. Credo che Sianti, la verità, fra virgolette vera, non la racconterà mai. A fő megrendelő, tehát akit kapcsolatba hoztak ezzel, a testvér állítólag bűnsegéd volt a történetben, a fő megrendelő az már nem érte meg a 15 évvel a képlopás utáni görög büntetőbírósági tárgyalást, mert meghalt előtte egy évvel. A testvére megélte a tárgyalást, azt viszont felmentették, három magas rangú rendőrtisztel együtt. Általában az történik, hogy ahogy az idő halad, egyre több adat van a kezünkben, amely összekapcsolható, értelmezhető, és lényegében új konklúziókat lehet levonni belőle. Ez egy nagyon is a napi rendi feladat tudományunk belül, hogy visszatérünk a rámi problémákhoz, mert sikerült olyan adatokat összegyűjteni, mint teljesen más perspektívát ad a témáról, még új eszköztárra állunk hozzá. Nézze, vannak bizonyos dolgok, amiről még én most sem beszélhetek. Tudja, hogy van. El kell menni egy-két generációnak ahhoz, hogy fölfedjék. Szoktak mondani, sírba viszem, drága. Sírba viszem. Qui finisce questa storia complicata. Che se non fosse stata vera, la si poteva raccontare per intera. C'è l'arte e l'interesse, c'è il denaro e il committente, ma non c'è un unico finale. Perché la verità... per i grandi, non sempre un bene da mostrare. Egy abszolút letisztult reneszánsz kompozíció, amely persze a leonardói hatás, a háromszög komponálás, a természetesség, a naturalezza, ugye, érvényesül, de már Raffaello teljesen egyéni stílusában készült. A háromszög kompozíciót egy kicsit lazítja azzal, hogy a gyermek Jézust följebb helyezi, viszont egy cselekemény is van a jelenetben, mert minden tekintet a kis János kezében lévő írásszalagra irányul. A felé nyúl a kis Jézus is. Tehát egy mozgalmasság, mégis letisztultság, nyugalom, derű, a színek hihetetlen harmóniája, és még egy művészettörténeti szempont, az, hogy ennél a képnél soha nem volt egy pillanatig se kérdés az, hogy más kéz is belenyúlt volna, mint Raffaellóé. Tehát ez azon ritka, kisméretű és befejezetlen képek egyike, amelyet biztos, hogy csak egyedül Raffaello
festett, ezt a technikai vizsgálatok világosan mutatják, és ez a bizonyos befejezetlenség.